47 éves szerkezetekről van szó, kiváló kétsárc Fecó, illetve Pisti. Fogadjátok nagy szeretettel az ismetjárokat, hölgyeim és uraim! Hoppá! Hoi! Azt a mindenségét! Hoi! 400 méteren kellett végig mennünk annak idején, emlékszem rá, addig álltak az emberek a kumadrasi versenypálya mellett 2001 környékén. Hihetetlen két srácom van szó, akik azóta is nyomatják ezt a jó kis motorozást. No, van egy dőlészöge a gépnek, gyerekek? Öntötök ahhoz, hogy mondjuk ez ilyen, ezzel a keverékparányt meg tudjátok csinálni, milyen olajat használtok? Full szintetikusat? Azt a minden így, gyerekek! Full szintetikusat! Figyelj oda, az oldalkocsal megyünk, a szokásban! Egy tapsal biztosunk meg, gyerekek! Kis bemutató! Egy Kaller volt annak idején, lakott az utcánkba, és neki volt egy ilyen kis gépezete, és rettentő büszke volt egyébként rá, amikor reggelente így elment a utcában, így lehetett érezni a jó kis fűszagot, meg mindenfélét, és a vasúti pályaudvaron tárolta a gépet, mindig tisztogatta, gyönyörű szép volt a gépezet. Eszméletlen motorcsoda, gyerekek, eszméletlen, 47 éves, 47 év környéke, 47 év környéke. Volt egy olyan időszak, olyan 90-es évek környéken, amikor ezek a volt szocialista, vagy ilyen szocialista gépek azért rendesen kiszorultak ám a magyar utatról, és átmentek ilyen, tapsot megérdemel, gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon! Hát nem erre van kitalálva az is, gyerekek, nem erre van kitalálva. Köszönni tudna nektek, mondaná, hogy Zdravstvujte, vagy izvinite pa zsalusta, davaj pazna komisia, vagy valami ilyesmiket így tudna nyomatni nektek, gyerekek, de nem erre van kitalálva. Egyem a szívét. Jó kis is. Szóval a 90-es évek környékén ezekből gyerekek ilyen kis kerti traktorokat, ilyen kis húzógépeket csináltak, úgyhogy nagyon-nagyon sok eltűnt, és tényleg nagyon-nagyon ritka most már az előfordulás ezeket, illetve rozsdás állapot. Oh! Azt a mindenét, gyerekek! Ez micsoda? Ez az orra buktató? Jaj! Figyelj! Jó! Hát mondjuk úgy, hogy ez a stopi, gyerekek, az is stopi, ami nem annyira az első kerékre, sokkal inkább az oldalkocsinak a elején az orrára buktatja a gépet. Jaj, de jó kép lenne ez, gyerekek! Tapsoljuk meg Pistiéket, gyerekek, nagyon komoly! Jó van. Láttátok, most már maximális sebessége, gyerekek, 42 km/h-val azért tudott menni a Pistiéket, 42-vel. Jaj, aj, de szép! Úgy bizony, megérdemli nagyon a tapsot, igen? Hoppá, még ilyen keringés, mint gólyakos a levegőben, ez is van, gyerekek. Most látom, hogy az orrára rá van téve egy ilyen mankókerék, gyerekek, mankókerék. Mi annak az anyaga? Mi az a... Nem tudom, itt valami... Mi az az anyag, az a nagyon-nagyon kemény, mindegy, jó, nem értek hozzá. Nem tudom, itt ment az a kövezet, nem baj, jó? Adja neki! És a gyerekek azért, hogyha visszaül majd a balansz, és tényleg így kicseréljük az oldalsó kereket, akkor azért a Forma 1-esek tanulhatnának, hogy hogyan lehet ilyen nagyon gyorsan kereket cserélni.
Nézem így gyorsan, eléggé abszolút gyári állapotban lévő, alig használt, hihetetlen oldalkocsi gyerekek, semmi normális festék nincs most már az oldalán, meg egyik részén se, egy centiméterén sincs eredeti festék ennek a gépnek, de hát nyilván azért 47 év megette már. És bemutató! Megy ez gyerekek, mint az ágyba szalás, nagyon-nagyon jó! A tartó szerkezet bírja a 70 kilós úriember gyerekek! Meg kell küzdeni a gyerekek az íznek, de bírja! Jó kis PIK-21-es vadászrepülős, ilyen sapkaszerű valami a sofőrön, a másik kiválóságunkon pedig egy... Aj, de faszáj! Nagy tapsolt gyerekek, nagyon megérdemli! Nagyon jó! És higgyétek el, hisznek benne! Hisznek benne! És mi is! Látjátok az, hogy mennyire durva, tehát gondoljatok bele, hogy 47 évvel ezelőtt mondjuk egy ilyen mutatványt megcsinál valaki az utcán, akkor jön a körzeti meghízott, és azonnal, mint engedetlenségi mozgalomban résztvevő embert, azonnal letartóztat, és mind benneteket, vagy bennünket visz, vissza a fogdára gyerekek. Tehát ilyen mutatványokat így a átkos rendszerben, mondjuk valaki megcsinált volna a főutcán, biztos, hogy leviszi a rendőr. Senki nem gondolt arra, hogy mondjuk ezek a gépek mondjuk valami ilyesmi bemutatókon vennének majd részt. És az sem nagyon, hogy mondjuk ez a 40 km per óra mondjuk így azután, hogy itt a stuntline gyerekek ilyen 130-140 km per órával. Ó, tapsol meg! Leginkább az is, hogy elbírja! Szóval mennyit gyorsult a világ, gyerekek, ugye? Ez már ilyen, mondhatnám azt, hogy ilyen, mint a lassított felvétellel úgy mozgatod a nyakadon a fejedet, hogy kövesd ezt a mutatványt, miközben azért 40 akárhány évvel ezelőtt ez ilyen elképzelhetetlen lett volna, hogy tényleg egy ilyet lássunk. Úgyhogy egy kicsi időutazás, de azt gondolom, hogy a magyar motorozás kultúrájához ez is nagyon-nagyon-nagyon hozzátartozik. Megigazítja, hogy ahogy az alsónadrág kifigyeljen, a kőműves dekoltás, a hirtelen megvillanjon, mint egy vonalkód lehúzó. Figyelj! Nagy hangok jönnek! Megmondom őszintén, hogy nem mindig tudom, hogy mi a mutatvány. Az, hogy körbe-körbe tud menni, vagy hogy a hátsó keréknek forognia kéne, vagy hogy egyáltalán mondjuk így füstötok át a mindenképpen fogod, de lényegtelen is. Szagoljatok bele a levegőben, gyerekek, igazi szocialista hangulat uralkodott el rajtam. Már a hátam közepére se kívánom azt a rendszert. Jaj, de szép, de szép! Mind a kettőtöknek balanszírozni kell ilyenkor? Mind a kettőtöknek? Vagy te csak úgy kiteszed a két kezed? Nagyon hisztek benne, gyerekek. Átéléssel csinálják, nézzétek meg, átéléssel. Gondold végig, te miért tudsz lelkesedni? Mert ők ezért a mutatványért nagyon. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Megbeszélik, hogy mi van még a tarsolyba, de alig, ha nem, jön a kerékkiszerelés. Egy nagyon-nagyon-nagyon speciális mutatványt láthatok majd, ha minden igaz. Megszerelik menet közben a gépet. Aha, nem. Kellenek, szerintem közösségbe be fognak hívni valakit. Megbeszélik. Adják kulcsot. F
elfelejtettem elhozni a 16-os kulcsot. Ó, a tenger sincs benne. Mit kértek, kulcsot? Tanyik Gyuri és a Bozsoki Zsolti fölkészülnek, gyerekek, mert ezután rögtön megyünk. Aha, figyelj oda! Figyelj oda, figyelj oda, figyelj oda, figyelj oda, figyelj oda, igen, 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 igen. Ó, gyors meló! Egy nagy tapsot, hölgyeim és uraim! Ó! Igen, igen, már nincs is kerék, gyerekek! Egy kerékkel kevesebb! Csehetsük le! Figyeljetek, 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 így szépen, de szépen. Nem könnyű, mert pont befelé fordul. Mert hogy na mindegy is éremértek ehhez. Tartsoljuk meg, gyerekek! Nagyon-nagyon-nagyon két lelkes úri ember! Is Pecó és is Pisti! Aha! Figyelj, figyelj! Ne add nekik oda! Feljebb, aztán feljebb! Megvan, 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 megvan. Nagyon jó, nagyon jó. Figyelj oda, gyors szervíz, indítsd a másodperc mutatót. Villámgyorsan. És még mindig a levegőben, de már az anya rajta van. Ne hagyd el az anyát, az apát se, a csajt se, a pasit se. És kész a gyors szervíz, hölgyeim és uraim. Egy nagyon nagy tapsot kérünk szépen. Is Pecó és Is Pisti. Felírva a hátuljára, Junger Team. Jaj, nagyon jó folytató.